Abszolút pozitív érzések vannak bennem, és nagyon örülök, hogy sikerült nyílt beütni ezt a lehetőséget, és hazatérhettem Debrecenbe, hiszen tudja mindenki ugye, hogy én nagyon nagy részét gyerekkoromnak itt töltöttem, itt váltam profi NB1-es futballista, igaz csak egy mérkőzésen szerepeltem a Debrecen színeiben, de családom, barátaim itt élnek nagyrészt Debrecenben, úgyhogy nagyon örülök, hogy hazatérhettem. 13 évet ugye azért mióta elindultam Debrecenből lehúztam, nyilván ebből azért 2 évet, amit a Ferencvárosba töltöttem, le lehet kapni mondjuk, mert azt Magyarországon töltöttem, de a többit az külföldön. Eljött az idő, úgy éreztem, családom szempontjából ugye 2 gyerekkel utazni, járni a világot azért nem olyan egyszerű dolog. Abszolút úgy gondolom, hogy ez volt a tökéletes idő arra, hogy hazatérjünk. Abszolút fitnek érzem magam, tehát terveim vannak a DVSC-vel. Akinek esetleg olyan gondolatai vannak, hogy levezetni jöttem haza, az nagyon rosszul gondolja, hiszen ugye az elnök úrral is beszéltünk korábban, hogy én elmondtam neki, hogy milyen céljaim vannak Debrecenben. És ezeket el is fogom élni, én biztos vagyok benne, úgyhogy abszolút motiváltan és sikerre éhesen érkeztem meg. Minden csapatnak jót tesz néha egy vérfrissítés, viszont ennek többen is barátaim, ugye, akik távoztak, de a Tisza Tibi és a Máté Peti ugye velük gyerekkorom óta baráti a viszony, és tényleg szinte nap mint nap beszélünk és kommunikálunk egymással, úgyhogy emiatt egy kicsit szomorú vagyok, de én úgy gondolom, hogy a DVSC-nek ez előnyére fog válni, ugye, hogy egy vérfrissítésen megy át a csapat, hiszen azért egy ugyanazzal a stábbal, ugyanazok a játékosok dolgoztak már évek óta, és egy kicsit lehet, hogy ez már az eredményesség rovására is ment, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez csak tényleg pozitív hatással lesz a csapatra.